Moszkva 1981. március 5-e. Itt van, adja át a DST-nek. Vetrov terve az volt, hogy belülről bomlassza szét a KGB-t. És ezt meg is tette. Innen nem volt visszaút. Minden más ügynöknél részletesebb információkat szolgáltatott a szovjet technológia fejlesztéseiről. Elvesztettünk ügynököket, informátorokat. Komoly volt ez így? Soha nem derült ki, mi történt pontosan az autóban. Az üvegpezsgőből végül fegyver vált. Hogy történhetett ilyen szörnyűség egy képzett KGB ügynökkel? A kémkedés világában az számít sikeres kémnek, akire a legkevésbé számítanak. A világ arculatát formáló emberek általában kitalált karakterek, mint James Bond. De az igazság az, hogy Vlagyimir Vetrov nagyon is hétköznapi ember volt. Árulók. Vlagyimir Vetrov. Párizs, 1965. augusztus. Franciaországban a gyors gazdasági fellendülés és jólét idején a KGB, vagyis a szovjet hírszerzés megbízza Vlagyimir Vetrovot, hogy megkezdje első külföldi küldetését Párizsban. Vele tart felesége Svetlana és kisfiúk Vladik is. Párizs álomszerű életet kínált nekik. Étterembe jártak, vásárolgattak. Élvezték a párizsi polgárok mindennapjait. Ott megvolt mindaz a fényűzés, amit a Szovjetunióban nem ismertek. Mindenféle luxus cikkek, művészet, színház. Egy nyitott társadalom. Ami éles ellentétben állt azzal, amit addig a Szovjetunióban megtapasztaltak. Vetrov helyzetét sok szovjet irigyelte. A KGB külföldi szolgálattal bízta meg, ami által megtapasztalhatta a vasfüggöny másik oldalát. Vetrov a franciaországi orosz nagykövetség kereskedelmi képviseletén dolgozott. Hivatalosan a nyugattal való kereskedelmi kapcsolatok elősegítése volt a feladata. A KGB ügynök azonban nem csupán azért érkezett, hogy előmozdítsa a Szovjetunió és Franciaország közötti kereskedelmet. Akkoriban a Szovjetunió igencsak le volt maradva a nyugati országokhoz, különösen az Egyesült Államokhoz képest az elektronika, a tudomány és a technológia terén. A szovjet hírszerzés hatalmas erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a lehető legtöbb technológiát ellopja, és így vegye fel a versenyt a nyugattal. A kifinomult emberek beszervezéséhez kifinomult ügynökök kellettek, mint amilyen Vetrov is volt. Az egyik ilyen potenciális újonc Pierre Bordiol volt, a Thomson CSF egyik francia vezetője. A Thomson CSF egy hatalmas műholdakkal és minden egyébbel foglalkozó francia vállalat volt. Pierre Bourdieu felelt Franciaország összes műholdas technológiájáért. Vetrov rájön, hogy Bourdieu szovjet szimpatizáns. És hamarosan sikerül megnyernie. Ezzel ő az első komoly szovjet újonc.
Ez nagy eredmény volt Vetrov számára, hiszen a KGB pont ilyen célszemélyekre vadászott. A KGB-n belüli sikerek ellenére Vetrovék anyagi helyzete szűkös. Feleségével más bevételi forrásról is gondoskodnia kell. Luxus cikkeket vásárolnak Franciaországban, amiket magasabb áron értékesítenek a Szovjetunióban. Emiatt a titkos kereskedelem miatt figyelt fel rájuk a DST. A DST a francia biztonsági szolgálat, a hazai kémelhárítás. Ez időtájt mutatják be Vetrovot Jacques Prévost-nak, egy jó kapcsolatokkal rendelkező francia vezetőnek, aki szintén a Thomson CSF-nek dolgozik. Vetrovhoz hasonlóan neki is van melléktevékenysége. Információkat továbbít üzleti szívességekért cserébe. Kölcsönös szolgáltatási rendszerük volt. Például megkérhetett valakit, hogy ne 20 napra, hanem 20 órára szerezzen vízumot. Jacques Prévost szoros kapcsolatot ápolt a francia hírszerzéssel. Tulajdonképpen ő volt a DST bizalmasa. Vetrov úgy gondolja, Prévost szervezi be következőnek. De találkozásuk nem a véletlen műve. Jacques Prévost tisztában volt vele, hogy Vetrov nem csupán kereskedő, hanem kém. Mert tudta, hogy ilyen pozíciót lehetetlen elérni a kereskedelmi bizottságban anélkül, hogy kapcsolatban állna a KGB-vel. Kölcsönös bizalmatlanságuk ellenére őszinte barátság veszi kezdetét. Először csak az üzletről szólt, majd egy-két év után több lett annál, barátság szövődött. Jacques Prévost bevezette Párizs legjobb helyeire. Sok közös témájuk volt, és a feleségeik is jól kijöttek egymással. A hétvégéket együtt töltötték. Az egyik hétvége sorsdöntőnek bizonyul a kapcsolatukban. Svetlana és Vladimir a hétvégéket legtöbbször Château-Messieu-ben töltötte. A kereskedelmi bizottság dolgozói általában ide jártak hétvégente, ez lett a hétvégi nyaralójuk. Egy nap Vladimir autóbalesetet szenvedett. Csak ront a helyzeten, hogy Vetrov ittas, és az autó a kereskedelmi bizottság tulajdona. Vetrov tudja, hogy ha a KGB rájön, mit tett, visszaküldik Moszkvába. Bizalmas barátjához, Jacques Prévosthoz fordul. Prévost megjavítatja az autót és visszaviszi, mielőtt a dolog kiderülne. Jacques Prévost nem szólt a DST-nek az autóbalesetről, hogy ne használhassák fel Vetrov ellen. Ez sokat elárul a kettejük barátságáról. Ennek ellenére nem sokkal a baleset után Vetrovot és családját visszavezénylik Moszkvába. Ám Vladimir Vetrovban valami megváltozik. Nem ugyanaz a férfi távozik, mint aki 5 évvel ezelőtt Párizsba érkezett, és a Szovjetunióba vetett bizalma is meginogni látszik. Párizsban csodás életük volt a feleségével. Aztán egyszer csak vissza kellett térniük Oroszországba, a hazugságok világába. Moszkva, 1970. júliusa. A Szovjetunióban azt tanítják neked, hogy nincs jobb ország a világon. Aztán elmész Párizsba, és rájössz, hogy hoppá, ez sokkal szebb. Ezáltal minden mást is megkérdőjelezel, amit tanítottak. Átélte a skizofréniának azt az enyhe formáját, amit a Szovjetunióban a nomenklatúrából sokan megtapasztaltak. Vagyis, hogy az ember kénytelen követni a propagandát, miközben tökéletesen tudja, hogy az nem igaz. Valószínűleg ez a későbbi árulásának egyik gyökere.
mert nem hitt igazán a rendszer hazugságaiban, és a párizsi élménye szintén ilyen ok volt. Montreal, 1974. április. Vetrov 4 évet tölt Moszkvában, majd él a felajánlással, hogy a szovjet kereskedelmi misszió vezető rádiómérnöke legyen Montrealban. De a montreáli élet nem mese habbal. A kanadai királyi lovasrendőrség tudomást szerez róla, hogy Vetrov a KGB ügynöke. Kanadai tartózkodása alatt az akkori RCMP, a kanadai biztonsági szolgálat célkeresztjébe került, hogy beszervezzék. Vladimirt és családját megfigyelik. Lakásukat lehallgatják, és éjjel-nappal figyelik a tevékenységüket. Folytatták ugyanazt a kereskedést, mint amit Párizsban. Oroszországban értékesítették a cikkeket, és nyereségre tettek szert. Ékszereket csempésztek. De ezúttal nem végződött jól, ugyanis lebuktak. Kanadában nem volt olyan barátja, mint Prévó, hogy kihúzza a csávából. A botrány eredménye egy megalázó visszatérés Moszkvába. Moszkva, 1975 nyara. Büntetésképpen a montreáli kihágásért a KGB íróasztal mögé ülteti Vetrovot Moszkvában. Vetrov úgy érezte, ezzel kivonták a játékból. A felettesei szemében többé már nem volt élvonalbeli játékos. Elveszítette a felettesei bizalmát. Külföldi pályafutása véget ért. Parkolópályára tették. Ez hatalmas változás volt. Öt év telt el a moszkvai visszatérés óta, és Vladimir Vetrov immár egy 48 éves alkoholista. A magánélete nem túl rózsás. Vetrov lassacskán elveszíti józan eszét. Elveszíti a barátait, már a feleségével sem beszél. A feleségének, Svetlanának viszonya volt az egyik közös barátjukkal, egy sikeres férfival, és ezt nem is titkolták. Vetrov mélyponton volt, valószínűleg ezért tartott ő maga is szeretőt. Ludmilának hívták, nagyon kedveltem. Okos nő volt. Miközben Vetrov jövője kilátástalannak bizonyul, a sors felkínálja a megoldást. Bár a KGB-nek vannak fenntartásai, áthelyezik a technológiai igazgatóságra, ahol Premier Plánból figyelheti meg a KGB technológiai képességeit. Egy apró hiba, aminek a végeredménye a KGB megsemmisülése lesz. Vetrov azonnal kapcsolatba lép régi barátjával. Na, kivel veszi fel a kapcsolatot? Természetesen régi jó barátjával, Jacques Prévóval. Azt mondja, beszélni akar vele. Elmondja Jacquesnak, hogy élethalál kérdése. Prévó feltételezi, hogy Vetrov távozni kíván a Szovjetunióból, és kapcsolatba lép Raymond Narral, a francia belföldi hírszerzés igazgatójával. Prévó régi ismerőséhez fordul a moszkvai Thomson CSF-nél. Egy Xavier Amel nevű mérnökhöz, aki készségesen segít. Amikor Prévó megkéri, hogy adjon át egy üzenetet egy lehetséges szovjet disszidensnek, Amel nem hezitál. Moszkva, 1981. március 5-e.
Amikor Amél és Vetrov először találkoznak az autóban, Amél átadja az üzenetet, amire a DST megkérte. Amél biztosítja Vetrovot, hogy Franciaország tápkarokkal fogadja majd, ha elhagyná a Szovjetuniót. Javier Amél jócskán meglepődik, amikor Vetrov azt mondja, nem kíván elmenni. Maradni akar, hogy belülről bomlassza szét a KGB-t. Ez sokat elárul Vetrov elszántságáról. Hogy milyen áldozatra képes, hogy elérje a célját, bosszút álljon és megtörje a KGB-t. Hiszen pontosan tudja, hogy ha Moszkva mozgatórugójával dacol, nem fogja élve megúszni. Még ez sem tántorítja el. Amely közvetítő lesz, és az elkövetkező hónapok során többször is találkozik Vetrovval. Az egyik találkozón Vetrov átadja két Franciaországban állomásozó KGB ügynök nevét. Az egyikük Pierre Bourdieu, akit ő maga szervezett be. Ezzel megszegte a kémek világának minden létező szabályát. Felfedett valakit, akit ő maga szervezett be. Ilyet senki nem csinál. Ez nem fér bele a becsület kódexbe. Úgy gondolom, Vetrov ezzel akarta bizonyítani a DST felé, mennyire elkötelezett. Szintén átadja a DST-nek a Smirnov aktát, a szovjet műszaki műveletek részletes vázlatát, a szovjet tevékenységekről szóló titkosszolgálati jegyzékek egyikét, amely később a Fervel aktaként válik ismerté. A Fervel akta olyan információk gyűjteménye volt, amiket Vetrov a francia hírszerzés rendelkezésére bocsátott. Maga a művelet a Fervel kódnevet kapta. A Fervel természetesen egy angol szó. A franciák szándékosan adták ezt a nevet, hogyha a név valaha is kiszivárogna, mindenki azt higgye, hogy ez egy brit vagy amerikai művelet. A farewell, vagyis búcsú elnevezés könnyen félrevezetheti az embereket, és azt gondolhatják, hogy az ügynök halott. Így kevésbé valószínű, hogy keresni fogják. Most, hogy Vetrov ismét visszatért, bosszút állhatott azokon, akik megvetették őt. Marcel Chalet, a DST vezetője alig hisz a szemének, amikor ezek az értékes információk eljutnak hozzá Amél által. Teljesen elképed az információk sokaságától és azok fajsúlyától. A DST számára igazi aranybánya volt, és a francia kormány számára szintúgy. Felismerve a Fervel akta jelentőségét és a kiszivárogtatás pusztító erejét, Marcel Chalet úgy dönt, hogy Vetrov védelme érdekében mindent szigorúan titokban tart, legalábbis a francia választásokig. A művelet magas szintű és túl veszélyes ahhoz, hogy egy Améhez hasonló amatőrkém irányítsa, ezért új ügynök veszi át az ügyet. Úgy döntenek, beszerveznek valakit, akinek van diplomata útlevele, így egyfajta védettséget élvez. A DST felveszi a kapcsolatot a moszkvai francia nagykövetség egyik emberével, Patrick Ferrannal. Patrick Ferrand nem DST ügynök, hanem a moszkvai francia nagykövetség katonai attasséja. Patrick konzervatív, vallásos férfi, egy teljesen hétköznapi fickó, aki könnyen teremt kapcsolatot bárkivel. Nagyon barátságos természet. Moszkva 1981. május 29. Patrick Ferrannak ez az első küldetése a francia DST megbízásából, amelynek során kapcsolatba lép a KGB kettős ügynökével, Vladimir Vetrovval Moszkva szívében.
A Szovjetunióhoz hasonló rendőrállamban élni rendkívül kimerítő, mert valaki mindig megfigyel. Az is lehet, hogy épp a szomszédod. Sosem lehet tudni, kivel állsz szóba, megbízható-e az illető. Mindig résen kell lenni. Folyamatosan arra kell figyelni, nehogy kiszivárogtass valamit, amit valaki veszélyesnek ítélhet meg és jelenthet. Előfordult, hogy félt? Igen, egyszer-kétszer előfordult, hogy féltem. Nem rettegtem, de tudtam, hogy vigyáznom kell. Ha egy oroszt rajta kapnak, hogy egy nyugatival beszél, bajba kerülhet. Attól fogva, hogy tudod, figyelnek, lehallgatnak még a hálószobádat is, attól a pillanattól fogva, hogy tudsz róla, szabad vagy. Amikor Ferran és Vetrov először találkoznak, Ferran kifejti, hogy szerinte úgy a legbiztonságosabb a kommunikáció, ha az üzeneteket egy rejtett postaládában hagyják. Vetrov azt feleli. Nem, ez őrültség. Mindenfelé civil ruhás ügynökök vannak. Én értem a dolgom. Minden rendben lesz. Úgy csináljuk, ahogy mondom. Most találkozunk Borodinónál. Beülsz a kocsimba, kocsikázunk, és közben beszélgetünk. Átadom a dokumentumokat, te meg gyorsan visszajuttatod őket. Nem akartunk feltűnést kelteni. Természetesen kellett viselkednünk, hogy ne mondhassák, itt valami furcsaság van. Orosz területen nem lehetett ugyanazt megcsinálni, amit a normál szolgálatokban tanítanak. Vetrov tudta, mi a módi Moszkvában, ezért ő volt az, aki megmondta, mit lehet csinálni és mit nem. A legfontosabb tanács az volt, hogy viselkedjünk természetesen. És ha ilyen körülmények közt természetesen akarunk viselkedni, azt nagyon elő kell készíteni. Vetrov terve az, hogy hetente találkoznak és dokumentumokat adnak át egymásnak. Ferrant meglehetősen meglepte, hogy ilyen sűrűn kell találkozni a Vetrovval. Nem érezte szükségesnek, ellenben veszélyesnek találta. Mindig bőbeszédű volt, amikor kérdeztük. Ezért az autós találkozók legalább egy órán át tartottak. A fő veszélyforrás nem az volt, hogy követnek, persze előfordulhatott volna, hanem sokkal inkább maga a szovjet légkör. A rendőrségnek mindenhol voltak emberei. Unatkozó idős hölgyek, akik az ablakon át bámészkodtak. Mi dolga van annak az orosznak azzal a nyugati emberrel? Mi folyik itt? Majd mi elmondjuk a parancsnoknak, hogy itt valami bűzlik. Idővel Ferran rájön, hogy a találkozók többsége Vetrov részéről inkább időtöltés. Lehetőség Vetrov számára, hogy szabadon beszélgessen és felelevenítse Párizsban töltött dicsőséges napjait. Számára Ferran nem csupán díjeszti kapcsolat, hanem barát is. Jókedvű, derűs embernek ismertem meg. Hétköznapi fickó volt. Szerette az irodámat. Jártas volt a francia irodalomban. Talán még nálam is jobban. A hírszerzés világában nem sok lehetőséged van az önkifejezésre, vagy hogy nyíltan beszélj magadról. Egyszerűen nem veszi jól ki magát ezen a területen, de ettől még a kapcsolatteremtés igénye nem szűnik meg. Azok közül, akik kémnek állnak, sokan elégedetlenek és csalódottak a saját hírszerző szolgálatukkal kapcsolatban. Úgy érzik, nem becsülik meg őket, nem tartják őket jónak, épp ezért éheznek az elismerésre. Vetrov
Vetrov felfedi Ferran előtt, milyen motiváció áll a kém tevékenysége mögött. A rendszert árulta el, nem Oroszországot. Sokáig elismerte, hogy a kommunista rendszer lehetővé tette számára, hogy szegény fiúként előre haladjon, mérnök legyen, külföldre menjen, komoly tanulmányokat folytasson. Aztán egyszer csak sok szovjethez hasonlóan, amikor a rendszer saját magát árulta el, már nem érezte az elhivatottságot. Párizs 1981. május 10-e. A Fervel művelet kellős közepén Franciaországban bedobják a politikai csavart labdát. Egy erős elnök mindent kézben tart. Mitterrandt megválasztják. Nagy változás ez Franciaországban, hiszen körülbelül 30 év óta először kerül hatalomra a baloldal. Márpedig a baloldal jobban szimpatizált Amerikával, mint a jobb oldal. Lehet, hogy Mitterrand szocialista pártja Amerika barát, de kommunista minisztereket is beválasztottak, akik támogatták a választás során. A DST vezetője Salé tájékoztatja az újonnan megválasztott elnököt, nagyra becsült szovjet forrásukról, Vlagyimir Vetrovról. Mitterrand elképedve fogadja a hírt, és rögtön összerakja a képet, hogy tudja felhasználni ezt az információt a Reagan kormánynál. Hogy bizonyítsa hűségét Amerika felé, és hogy az akta valóban segíthet eldönteni a hidegháborút. Ez alatt Vetrov élete Moszkvában darabokra hullik. Vetrov élete mélypontra kerül. Kapcsolata Svetlánával egyre inkább megromlik. Szeretőjével, Ludmilával való viszonya szintén csalódást okoz neki. Az egyik klasszikus dolog, amivel pszichiátriai praxisom során találkoztam, hogy az emberek az italhoz fordulnak, és emellett viszonyt is kezdenek, próbálnak olyasmit csinálni, ami némiképp ellensúlyozza a belső ürességérzését. A Ferrannal való heti találkozó az egyetlen szilárd pont Vetrov életében, de ez egyre kockázatosabbá válik. A DST-nek van egy speciális eszköze, a Minox mini fényképező, aminek segítségével Vetrov lefotózhatja a dokumentumokat. Vetrovnak és Ferrannak nem kell annyiszor személyesen találkoznia, így nyilvánvalóan kevesebb kockázatot vállalnak. Ám Vetrov állapota egyre csak romlik. A magány és az éveken át folytatott kettős élet szép lassan megteszi hatását. Emlegeti, hogy elhagyja Oroszországot, és a francia nagykövetség segítségével menekül el. Ugyanakkor a Ferrannal való beszélgetések során azt mondja, minden rendben van, nincs kockázat és mindent kézben tart. Láthatjuk, hogy Vetrov skizofréniája milyen szintre jutott abban az időben. Két személyiség egy testben. Azok az emberek, akik hosszú időn át élnek így, egy idő után már nem tudják, kik is ők valójában. A magánéletében uralkodó nyomás tovább rombolja pszichés állapotát. Vetrov kapcsolata a feleségével egyre romlik, és szeretője, Ludmilla, zsarolni próbálja. Rajta kapja, amint titkosított dokumentumokat fotóz. És ő mit kezd ezzel az információval? Jelentenie kéne a KGB-nek, de nem teszi, mert házasodni akar. Ultimátumot ad Vetrovnak, hogy hagyja el a feleségét és vegye el őt.
Csapdában érezte magát, de beleegyezett. Ám a nő azt mondta, egy konkrét februári napon elhagyod a feleségedet, és együtt megünnepeljük az új életünket. Így egy hideg februári estén szépen elautóznak az egyik parkba. Ülnek a kocsiban, pezsgőt iszogatnak, csokoládét esznek, és ünneplik az új, közös életüket. De Vetrov nem ünnepelni jött, neki más tervei vannak. Vetrov úgy érzi, csak egyetlen módon védheti meg magát, mégpedig, ha megöli a nőt. Nem akarja, hogy zsarolják, nem akarja elhagyni a feleségét, és ez a nő tudja róla, hogy kémkedik. Soha nem derült ki, mi történt pontosan az autóban, mit beszéltek egymással. De az tény, hogy az üvegpezsgő, amivel ünnepelni szándékoztak, végül fegyverré vált. Amikor Ludmilla visszatámad, Vetrov a kesztyűtartóhoz nyúl és megragadja a jégtörőt, amivel 22-szer megszúrja a felső testén. Az erőszakos jelenet felkelti egy arra járó figyelmét. Vetrov nem akart szemtanúkat hátrahagyni, így őt is többször megszúrja. A kényszúrások egyike végzetesnek bizonyul. Vetrov be akarja indítani a motort, hogy egy utolsó csapást mérjen a menekülni próbáló nőre. Ám feltűnik egy autó, és megakadályozza a tervét. Kénytelen az út szélén hagyni az összezúzódott testet. Csuromvéresen zihálva ül az autójában, minden romba dőlt. Tudta, hogy mindennek vége, és nincs visszaút, de legalább megszűnt a nyomás, amit érzett. Hogy történhetett ilyen szörnyűség egy képzett KGB ügynökkel? Ez a fajta szemtelenség egy lélektani folyamat. Egy ilyen heves vita egy félig meddig nyilvános helyen. Ez már annak a jele, hogy a szokásos társadalmi korlátoknak nincs visszatartó ereje. Az amigdala, más néven hüllő agy, ösztönös tettekre sarkal. Ott a gondolat, az érdeklődés, a vágy, és az illető azt tesz, amit akar, akár egy aligátor. De az agyunk elülső része, a homloklebeny felel a józan belátásért. Várjunk csak, gondoljuk át, beszéljük meg, mielőtt cselekszünk. Hazamegy és elmondja a feleségének, hogy megölt valakit. Svetlana meglepő módon jó feleségként összeszedi Vetrov ruháit és kimossa őket, hogy eltüntesse a bizonyítékokat. Vladimir ezután elmegy 20 éves fiáért, Vladikért. A fiú érzi a vérszagát a kocsiban. Kidobják a szőnyegeket a kocsiból. Hazaviszi a fiát, és azt mondja, hogy valószínűleg nem látják többet, majd elhajt. 10 perccel azután, hogy hazaviszi Vladikot, Vetrovot félreállítják és letartóztatják. A rendőrségre már valószínűleg befutott a riasztás az autóról, így megállították. Semmi ellenállást nem tanúsított, nem próbált elmenekülni. Bevitték az őrsre. Ludmillát egy buszmegállóban találják meg sérülten és véresen, de a csodával határos módon túléli a támadást. Amikor a rendőrök a helyszínre érnek, Ludmilla elmondja, hogy Vetrov támadta meg, és megadja az autója rendszámát. Ennyi. Vetrov szabad élete ezennel véget ér.
Ezzel a Fervel műveletnek is vége szakad, mert ezután az éjszaka után Vetrov soha többé nem látja Patrick Ferrant. Vetrov eltűnésével a DST sötétben tapogatózik. Fogalmuk sincs, hogy kettős ügynökként fogták-e el. Hogy többé nem működik együtt a DST-vel, nem jelenik meg többé Ferrant találkozóján. A DST ezért úgy jár el, ahogy a többi titkosszolgálat is ilyen esetben. Nem tesz semmit és vár. Moszkva, Lefortovó börtön, 1982. február 24-e. Amíg Patrick Ferrant és a DST megpróbálja kideríteni, mi történt az informátorukkal, Vlagyimir Vetrov a hírhet moszkvai Lefortovó börtönben várja az emberölési tárgyalást. Lefortovó egy átlagos börtön. Sokszor jártam ott. Példás börtön volt, minden tekintetben, a higiénia és az élelmezés terén is, annak rendje és módja szerint. Kémek, szabotőrök, terroristák, devizakereskedők, ilyen rabok voltak. És KGB tisztek, akik polgári bűncselekmények miatt ültek, mint például verekedés, emberölés, baleset okozás. Vetrov két másik rabbal osztozik egy cellán. Gondosan válogatják össze a cellatársakat. Lefortovóban, ha bármilyen gyanú felmerül, ellenőrzik őket. Egyik cellatársa a KGB alezredese, Valeri Recsenszki. Valeri régi jó barátom. A nyomozó, aki a Vetrov ügyet vezette, egyszerűen megkérdezte tőle. Ha már úgyis össze vagytok zárva, miféle ember ő? És Valeri, aki a külföldi kémelhárítás tisztje volt, elkezdett beszélni. Azt mondta, mesél a Párizsban és a Kanadában töltött időkről, a külföldi barátairól, ismerőseiről. A hat hónap során, amit Vetrov a lefortovói börtönben tölt az ítélethozatalig, végig együttműködik a gyilkossági nyomozásban. A dörzsölt és tapasztalt nyomozók érezték, hogy természetellenesen viselkedik. Vetrov végig lelkesen együttműködött a nyomozás során. Mindent elmondott, és minden olyan gördülékenyen zajlott, hogy azt a benyomást keltette, minél előbb a végére akar érni és megtudni az ítéletet. Ez természetellenes viselkedés. Próbált eltussolni valami mást, amiről nem akarta, hogy kitudódjon. Ez volt a kiindulópont. Az ellenség ügynökeinek, más néven tégláinak felkutatása, beleértve a saját szolgálatunkat is, igazi tudomány. Ez egy rendszer, de amikor megtalálják, onnantól módszer kérdése. Pucérra vetköztetik, anyait, apait beleadnak. Enyhébb ítéletben reménykedett. De az ilyen esetekben kiszabható maximális büntetést kapta. 15 évet emberölés, és emberölés kísérletének büntettéért. A KGB szerint Vetrov túlzottan is együttműködő a gyilkossági nyomozás során. Feléled a gyanú, hogy Vetrov kettős ügynök. Az ő szemükben a hazaárulás sokkal súlyosabb bűn, mint az emberölés, és aminek büntetése tarkonlövés. De Vetrov büntetése egyelőre a gulág. Csak elképzelni tudom, milyen lehetett. Szibériai vonatút Irkutszkba. Rendkívül zord körülmények, extrém hideg, drasztikus ellentét a korábbi életéhez képest. Főleg olyannak, aki komfortos francia lakásokhoz volt szokva, most pedig bűnözőkkel összezárva tengődik a hidegben, magányosan. Irkutszk mindig is amolyan kommunista gyarmatnak számított, ahol a hatalom a közigazgatásé és a foglyok az alattvalók. El sem lehet képzelni, milyen lehetett hirtelen ilyen körülmények közé csöppenni.
A szovjetek azokat küldték a szibériai Irkutszkba, akiket ki akartak vonni a forgalomból. Vetrov egyik Svetlanának írt levelében úgy fogalmaz, a gulág leereszkedés a pokolba. Két év után az amerikai központi hírszerzés segítségével a DST végre rájön, mi történt Vetrovval. Az egyik KGB tégla értesíti a CIA-t Vetrov börtönbüntetéséről, de azt nem tudják megerősíteni, hogy életben van-e. Mivel Vetrovnak semmi nyoma, azt feltételezik, hogy már lelőtték. Vetrov halálát feltételezve a régen kormánynak lehetősége nyílik felhasználni a Fervel aktát anélkül, hogy veszélyeztetnék a forrást. Amikor a Fehérházban dolgoztam Ronald Reagan idején, ez a férfi lett az egyik legfontosabb forrásunk. Drasztikusan megváltoztatta az oroszokkal szembeni stratégiánkat, és ennek eredményeképpen az egész politikánkat. Vetrov elárulta, hogy a Szovjetunió egyik fő célja egy földgázvezeték kiépítése volt Szibériából Kelet-Európába. Ennek érdekében a szovjet hatóságok a nyugati országok nyílt piacát célozták meg. Egy kanadai cég, amely titokban együttműködött a CIA-vel, szándékosan szabotált egy programot, amit a KGB ellopott, majd beillesztett a vezetékük gyártási folyamatába. És ez a szándékosan szabotált program robbanáshoz vezetett a csővezetékben. Vetrov aktáit Franciaországban is felhasználják, de elkövetnek egy súlyos hibát, amely a KGB-t egyenesen Vetrovhoz vezeti. A franciák a Fervel aktával indokolták a párizsi orosz diplomaták kiutasítását. A kiutasítás indoklásaként a francia kormány bemutatott egy dokumentumot a Fervel aktából. Ez a katonai ipari bizottság szigorúan titkos jelentése volt. A külügyminisztérium jelentett róla Moszkvának. Akinek joga volt elolvasni ezt a jelentést, leírta a vezeték nevét, a keresztnevét és aláírta. Sajnos ez a dokumentum épp egy olyan pillanatban került Vetrov asztalára, amikor ő vált a Fervel ügy fő gyanúsítottjává. Mindezek tetejébe a KGB elfogott egy levélváltást Svetlana és Vetrov között. El akart mondani valamit Svetlánának, és nem akarta, hogy a börtönőrök meghallják. Így levelet írt és átadta az egyik börtöntársának, aki épp családlátogatásra mehetett. Vetrov azt kérte, hogy az egyik családtag tegye bele egy hagyományos postai borítékba és küldje el Svetlánának Moszkvába. A rabtárs ehelyett átadta a hatóságoknak. A levél volt az első valódi bizonyíték arra, hogy Vetrov kapcsolatban állt a franciákkal. Itt van egy felettébb gyanús ügynök, aki megkéri a feleségét, hogy kérjen segítséget a franciáktól. Ugyanakkor orosz diplomatákat utasítanak ki Franciaországból. Ez elég terhelő bizonyíték. Ami végül Vetrov bukását előidézte, az nem a világ egyik legnagyobb titkosszolgálatának, a KGB-nek alapos nyomozása volt, hanem Vetrov túláradó és lelkes természete, amellyel saját magát buktatta le a levélben. Nem sokkal a levél megírása után Vetrovot visszaküldték Moszkvába, hogy Ludmilla meggyilkolásánál jóval súlyosabb vádakkal nézzen szembe, az árulás vádjával. Tudja, miért hívattuk ide?
Vetrov azt felelte. Remélem azért, mert vannak enyhítő körülmények, amik csökkentik a büntetést, netán feltételesen szabadlábra helyeznek. Azt válaszolta. Nem, nem ez a helyzet. Szó sem lehet haladékról. Az 52 éves Vlagyimir Vetrovot bűnösnek találják hazaárulás büntettében. 1984. decemberében Vladimirt halálra ítélik. Így végzi, golyóval a tarkójában. A szovjetek és oroszok úgy hívják 9 grammos megoldás a lövedék súlya miatt. Szvetlana és fiúk Vladik csak hetekkel később értesül a kivégzésről. Nem kapnak esélyt az elbúcsúzásra. Vetrovot és családját hazaárulóként bélyegzik meg. Természetesen mi, nyugati emberek, nem tekintünk rá árulóként. Hősként tekintünk rá. Vlagyimirt névtelen sírba temetik. A halálos golyó számláját hazaküldik Szvetlanának és Vladiknak. Bármelyik orosz azt mondaná, hogy aki elárulja a haza érdekeit, az hazaáruló. Hiszen ő volt az, aki segített a nyugatnak megdönteni a Szovjetuniót. Vetrov szörnyen nagy károkat okozott nekünk. A franciáknak meg szerencséje volt. Alig, ha volt még egy ilyen eset. Meg sem közelítette semmi más. Joggal büszkék erre, és azóta is csűrik, csavarják, hogy mi a jelentősége, és hasonlók. Mitterrand elnök úr osztozik aggodalmamban, miszerint a demokratikus kormányzás fejlődésének elmulasztása. A Farewell akta jelentős szerepet játszott a szovjet rendszer összeomlásában. A Szovjetunió nem tudta követni a fegyverkezési versenyt. Számos történész elismeri, hogy Vetrov 10-20 évvel felgyorsította a Szovjetunió bukását. Több mint 400 hivatalnokot adott fel. Köztük ismerősöket, akiket a francia és kanadai munkák révén ismert meg. Az MI5 brit kémelhárítás 30 éven át kutatott téglák után a köreikben, de egyetlen egyet sem találtak. Ha jól tudom, ő 58-at adott fel. Elvesztettünk ügynököket, informátorokat. Komoly volt ez így, de csak átmeneti. Egy időre elapadtak a források. Aztán újakat szerveztek be. És minden helyreállt, vagy még jobb is lett. Kellemetlen szituáció volt, de nem tragédia. Vetrov szerette Oroszországot. A dácsája egy biztos menedék volt, a szívének kedves hely. Szerette a hazáját és a fiát. Őket szerette a világon a legjobban. A fiáért akarta megmenteni Oroszországot. Vlagyimir Vetrov átformálta a világ arculatát. Az ilyen tett általában nagy államférfiak, hősök nevéhez köthető. De az igazság az, hogy Vlagyimir Vetrov nagyon is hétköznapi ember volt. Esendő, házasságtörő, egocentrikus, és szeretett inni. De nem vitatható, hogy megváltoztatta az akkori világot, hiszen kész volt feláldozni önmagát a KGB megdöntése érdekében. Az életét áldozta ezért. Ronald Reagan amerikai elnök a 20. század legnagyobb kémtörténetének nevezte a Farewell akta körüli eseményeket. Vlagyimir Vetrov több mint 400 KGB ügynök és 50 külföldi hírszerző ügynök kompromittálásáért volt felelős. Szvetlana élete hátralévő részében egy áruló feleségeként megbélyegezve élt. 2020-ban hunyt el.